nagyon meglepetés már vagyunk, most egy picit össze is keveredtem, mert nagyon meglepetés ért engem, mint amit én szerettem volna itt a mai este bemutatni. Én először is azt, hogy egy olyan kezdeményezésnek vagyunk az első napján, az első mézeskalács sütőversenyen, ami nem csak a kalácsnak az első ünnepe lenne, hanem egy olyan emlékezésnek, megemlékezésnek a sorozata, amit bízok benne, hogy Magyarországon sokáig fogunk ünnepelni, ugyanis a mézeskalács mellett egy olyan személyiséget fogunk ma megismerni, aki Nagyalásonra született, ki bejárta jóformán az egész Európát, Földet, lényegében az egész világot, és a legnagyobb meglepetés számunkra, hogy az ő leszármazottjai is eljöttek közénk. Itt engedjétek meg, hogy bemutassam Belicai Erzsébetet. Belicai Imre, akiről majd a Fücs Tomi fog beszélni, és Tomás, elődésre így mondom, ő ismertetni fogja, hogy ki is volt ő, és ő mivel Nagyalásonnak a szülöttje volt, Belicai Erzsébet az ő szép unokája, és hadd mutassam be a másik szép unokára, bár nem tudom a rangsor, a fiát, Belicai Márton. És meglepetésemben emeljék meg, hogy megköszönjem először is két személynek, Fücs Tamásnak, aki kezdeményezte, hogy létrejöjjön ez a nap, aki interneten Belicai Imrének a nevét kiolvasta, utána utakodott, és Sörösné Zsókának, aki az egész napi programot, amivel leszervezte, én csak az alvállalkozó vagyok itt, és Zsóka nagyon sokat szerkeszt a honlapunknak, ha valaki felmegy az internetre, olvashatja jól, már napi, nem is már nagyon átszolgott, illetve közben itt a társkösségek, ahol belecsel, községekből is az információkat. Ők el fogják mondani, hogy is fog lezajlódni ebből a mai nap, mert tényleg mondom mindenkinek, most úgy lejjenek, akkor tudtam meg mindent. És külön még hadd köszöntsem a műmi tagjait, akik a mai nap folyamán így még a közönség szabadata mellett fogják a vizsgálatokat végezni. Becs Bélánét, egyik műmi tagot. Orbán Zoltán, és hát döbbente Lászlót, aki szabásokat mutatott. Én azért nem mondok több köszöntő szót, már válaszolom, hogy lesz után, és átadom azt a szót a Tamásnak, aki jó megkeresztett. Ja, mondnám. Jó. És utána a Tamás és a Zsóka átveszik a szervezetet. Sajnos életet. Közelben Mézes Kalácsos sárhoz pillantottam, no hát oda is be kell térni, ott aztán bőven akart ajándékozni való. A Mézes Kalácsos sár a legszerelmesebb mesterség, nem a mertő patronátus sár alatt áll, hanem a támogé alatt. Csupa a felül szemben, csupa a incselkedés, nem is mesterembel a Mézes Kalácsos, hanem poéta. Hangulatot ébred, mosolyt a gazd az ajtaik, ajtakon, eltérolásra kényszeríti az arcot a süteményével. Úgy szóval, szájába látja az olvasatlanul, ötletekkel látja el, hogyan vegyeskedjék, csintalan tudjuk a fehér népet. Ott van a Mézes Kalács szív, egy kis célzás,
igyekszem napi híreket közvetíteni az olvasó közönségnek. Én azt gondolom, hogy manapság minden falu megérdemli, hogy legyen neki egy önálló oldala, ami bemutatkozhat. Nagyon fontos ez azért is, hogy egymás tevékenységét sokkal jobban megismerjük, illetve hogy kifele is megmutathassuk magunkat a külvilágnak. Az elején azt gondoltam, hogy a hírek és a tudósítások mellett mindenféleképpen szükség van arra is, hogy megfelelő értékmentést végezzünk. Tehát, hogy a helytörténeti dolgokban feleljük azokat a lehetőségeket, ami a mi múltunk, amiket mi tovább vihetünk, és kezdettől fogva ebben a munkában a társam, a lelkem a Fruss Tamásban, aki nagyon nagy elállva vetette bele magát ebbe a munkába. Rengeteg félkész anyagunk van, tehát még további meglepetések érhetik a falut. Ő volt az, aki gyakorlatilag megtalálta nekünk Belicai és a családjának a útját, és azt gondoltuk, hogy ha már van nekünk egy ilyen híres emberünk, és úgyis mézes karácsos, és itt van a karácson, akkor első alkalommal készítenénk egy ilyen mézes kalács sütő versenyt, ami azért első, mert hogy innentől fogva hagyományt szeretnénk teremteni, tehát minden évben fogunk tartani mézes kalács sütő versenyt, illetve ezt mi már tovább állunk, és majd a továbbiakban meg fogjuk beszélni, hogy és még mi mindent szeretnénk ebből a belépői vonalból kihozni. A Gábor kezdetől fogva, a Csöngei Gábor polgármesterünk támogatta a mi tevékenységünket, bár sokáig titkolóztunk valóban, láthatatlanban azt mondta, hogy rendben van, dolgozunk. Egy jó bő héttel ezelőtt azért még volt egy olyan kérdésem, hogy Róka biztos, hogy a belépői fölöttünk, de most már ugye, hogy miután a leszámadott a kisítőnek körülben, azt gondolom, hogy kétségben félhet hozzá, hogy ő a milyen, és én azt gondolom, hogy ezt a vonalat érdemes lesz a falunak továbbvinni, hiszen nem csak Belicai Ingridnek és a családjának a hírnevét tudjuk ezt előregíteni, hanem a falunak is a hírnevét mondjuk vitani tudjuk. Én részemről ennyit mondtam volna el. Én nagyon szépen megköszönöm a Tominak is, meg a Lidiának és a munkáját. Én nagyon örülök annak, hogy ennyi sok szép rajz született a Dobodában, az iskolában, és hát, hogy ennyi sok sütemény érkezett nekünk. Lesz még pálya a zsűrinek, én azt gondolom, és akkor átosan el. Mézes Kalácsos cég főmesterénél vállalt munkát mester.
munkaadója példáját már korán bekapcsolódott a politikába és támogatta a reformozatot. Belicai Imre nevet cukrász és mézes kalácsos mesterként alakulott utókor emlékezetében, ugyanakkor az ehhez kapcsolódó rokonszakmának a gyertyaöntésnek szintén híres képviselője volt. Találmánya a kemény fa kardoknál használatos viaszon eresztő. 1826-ban mesterek ajánlására került Rozsnyóra, ahol a híres fiatalmesternél tanulta ki a gyertyaöntés mesterségét. A magyar kancelláriát és a közeli püspökségeket a rozsnyói műhely látta a gyertyákkal. Fiatal nagy társadalmi életet élt, gyakran látott vendégül előkelőségeket, és ilyenkor asztalához ültette tanítványait is. Ezen alkalmak során az ifjú Belicainak tapasztalatgyűjtésen túl, mivel megoldásaira, ötleteire a jelenlévő befolyásokra felfigyeltek, később lehetőséget nyílt az itt szerzett kapcsolatot is kamatoztatni. 3 év múlva visszatért Pestre, ahol Horváth Imrénél 1832-ben szerezte meg mesterlevelét. Még ebben az évben mézes kalácsosi iparjogot kapott és műhelyt, mely 5 generáció munkája nyomán egészen 1949-ig működött. Első üzemét a Király utcában, a mai Rozsburgar helyen álló házban nyitotta, és a következő év januárjában már 3000 forintra rúgó tekintélyes vagyonnal rendelkezett. Az 1838-os árnyezet követően a Csányi utcába helyezte át az ekkor már híres mézes kalács és viaszorító céget. Sikerének titka, hogy felismerte, jó minőségű árut csak kiváló alapanyagból lehet készíteni, így a mézet és a viasz erdélyi és felvidéki vállalkozóktól szerezte be. Az árut kezdetben szekerekkel hozatta a fővárosba, de később a vasúti hódítását követően áttértek az új közlekedési eszközre. Az egykori számlák szerint az olcsó szállítási lehetőség révén közel 20%-kal tudta mérsékelni árait. Tudta, hogy az eredményes üzletmenet érdekében a határon túlra is érdemes szállítani. Belicai forgalma 1842-ben 80-100 mázsa sárga és 50-60 mázsa saját maga fehérítette méhviaszt, és 800-1000 mázsa mézet adott el Odesszába, Orvországba és a felvidékre. Továbbra is készített egyszerű mézeskalács táblák és figurákat is, a gyárból évente több 10 000 mézeskalács került ki, melyekhez viszonylag olcsón lehet a piacokon. Különösen nagy sikert arattak a tükrös szívek, amelyekkel a szerelmesek ajándékozták meg egymást. Belicai ügyelt arra, hogy mindig az adott évszaknak megfelelő gyümölcsök kerüljenek a mézes kalácsokba. Ez a jövőre vonatkozóan esetleg jó tanács lehet. Lisztből is csak a legjobb minőségű vásárolta, a döntésben hallgatott szakácsai véleményére. 1843-ban beadványra fordult a Magyar Országgyűléshez és a részben Kossuth Lajos vezette iparműegyesülethez, később az Országos Ipartestülethez, a mézes kalácsos ipar alapanyagának, a méznek megvédése érdekében, mivel az tehajgyártás felfedezése beszűkítette a szakma lehetőséget. 1844-ben alapította meg Horváth Imrével a Pesti Mézes Kalácsosok céljét. 1848-ban a főcímesteré választották, de a szabadságharcban való részvétele miatt csak 1851-ben térhetett vissza Pestre. Belicai Imre az 1850-es évek végén tagja lett Pest város tanácsának. 1865-ben képviselőjelöltként is indult, és népszerűségét bizonyítja, hogy eredményében megelőzte Jókai Mór és Gorogvető Márs. Abszolút többség hiány azonban a második fordulóban Deák Ferenc kérésére visszalépett, így Gorogvető Márt a későbbi igazságügyi minisztert választották meg. Az a fias magatartását és a szakmában elég teljesítményét Kossuth is elismerte. Belicai az elnyomás éveiben is igyekezett kapcsolatban maradni a kormányzóval, a kiegyezés után 2 alkalommal is felkereste Kossuth Lajost. Belicai 1869 és 72 között a budapesti kereskedelmi és iparkamara elnökeként is főtámogatója volt a tanácsképzésnek, és szorgalmazta a magyarállók részvételét a külföldi vásárokon és bemutatókon. Cége első alkalommal az 1862-es londoni kiállításról jelent meg, majd ezt követték a párizsi, bécsi, berlini bemutatók, ahonnan díjakkal tért haza. A kiegyezés évében tartott királykoronázásra megrendelt díszes viaszgyertyát annyira elnyerték Ferenc József tetszését, hogy arany érdem keresztet tüntette ki Belicai. Budapesten 1872. július 13-án halt meg, családja a 20. század elején a Kerepesi úti temető nemzetközi
Kápolnás cukrász mesterségéről híres Budeljánosról. Az alapító halál után a vállalkozás fia Béla vitte tovább, aki Németországban és Ausztriában sajátította el a szakma fordítóit, majd 4 évig Zágrában, Velencében, Berlinben és Nürnbergben dolgozott, ahonnan a legfrissebb szakmai ismeretekkel érkezett haza. A vállalkozás a Osztrák-Magyar Monarchia legnagyobb méz- és viaszkereskedője lett. A cég partnerei Trianon után azonban nagyrészt külföldre kerültek, és a részvénytársaság főleg hadi kölcsönökbe fektetett vagyona is elúszott. Béla halálunkban 3 gyermeke, Endre, Mária és Metelka hosszan tartó munkával vezették ki a vállalatot a válságból, melynek következtében a 100 éves fennállását már kellőképpen tudták megünnepelni. Később László folytatta a családi vagyonát. A 40-es évek elején a Csányi utcai üzlet újabb fiókokkal bővül a Lágymányos és a Bécsi utcában, Budapest-Kocsopárban azonban mindkettő elpusztult. A cég a II. Világháború túlélte ugyan, de az 1949-es államosítást követően megszűnt. Egy-egy eredeti Belicai minta, ha már több tízezer forintba kerül, Belicaiben számos nevével jelzett művészi bélet mézeskalás formát faragott, amik ma is megtalálhatók Magyarország múzeumaiban, végig korábban. Mivel a sütőformák többsége az elmúlt években múzeumba került, így a gyűjtők csak a véletlenül felbukkant darabokba reménykedhetnek. És akkor kérjük vissza a jelenbe, szeretném is köszönteni mindannyiunk nevében a család leszámított egy Svájcai Erzsébetet is. Svájcai Márton. És megkérem Erzsébetet, hogy akkor egy pár szóval köszöntsön. Sajnos nem tudott eljönni, mert éppen ma operálnak az testében pészméket, de megígérte, hogy legközelebb, hogyha esetleg lesz még valamilyen esemény a közeljövőben, és én remélem, hogy lesz húsvétkor is, mert annak több tudom, hogy húsvétkor ugyanúgy szoktam mézes kalácsosítani, akkor ők is el fognak tudni, hogy a családnak a többi tagjait. És a másik, ami eszembe jutott ebből a 200 évről, az az, hogy most tulajdonképpen a Zsoltától is hallhattuk, meg a polgármester is mondta, ez egy hagyomány elindításának a kezdő napja, és abban reménykedhetünk, hogy 200 évig legalább fogunk folytatni, hiszen a mézes kalács, ahogy ebben a könyvben is benne van, nem lehet, már a újkorban a piramisokban is találtak mézet, és mézre utaló sütelő maradványokat, és állítólag a régészek azt, hogy ahogy itt hallgattuk Tamásról, hogy milyen érdekes élete és milyen változatos élete volt ennek a Belicai Imrének azon kívül, hogy rengeteg gyereket született, a feleségei elhaltak, mert tűz, hogy gyerekági lázban, és akkor mindig egy ugyanolyan családban a következő lány vette el, de az, hogy milyen minőségben dolgozott, arra a következő jellemző az egész család, és hogy mennyire megéri az, hogy az ember, ha nem érdekli valamihez, akkor az, azért vállal is a felelősséget. Én azt hiszem, hogy a mai kornak, amikor ilyen szerencse rovagot és ilyen nagyon gyorsan változó világban élünk, ez nagyon érdemes szemben tartani. Én 1 évvel az államosítás előtt születtem, de 40 éves koromban még nem igen volt persze olyan, hogyha az nevemet hallották, akkor nem kérdeztek volna rá. 40 évvel később is, hogy nincsen valami kapcsolatban.
diátomot, és legutoljára az idén följött a Bászlátótorban egy fogadható központ, és ott a központnak a vezetője egy 83 éves, most már egy tiszteletbeli vezetője a Dunai Intézetnek, az is rákérdezett most, több mint 60 évvel később, hogy nincsen nekünk valami kapcsolata a nevem után ezzel a vízes barátos familiával. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezek a most kiállított darabok is ezt mutatják, hogy itt tényleg aki Mézes Kalácsot süt, a szívét, lelkét beleadja, és ez nagyon megéri, mert ez akkor tényleg mindenki becsülik. Köszönöm szépen, hogy itt lehet. Harmadik helyezést ért el Bogdán Leonina, negyedik osztályban.
szépen a Vera.